parás csatát hozott, a hazai rally bajnokság idei szezonjának utolsó előtti futama, a hagyományos Mecsek Rally. A pénteki pécsi prológ után szűk, dobálós pályák vártak a mezőnyre szombaton, ami alaposan feladta a leckét mindenkinek. Hadik András és Túrán Frigyes mellett ezúttal Balog János volt az, aki harcban tudott lenni az első helyért, ám a miskolci pilóta nem tudta ebben a tempóban végigcsinálni a versenyt, lecsúszott a pályáról és alaposan összetörte a Skoda Fabiát. Négy gyorsasági szakaszt követően gyakorlatilag az abszolút második helyen fordultunk, alig lemaradva Hadik Andriséktól. Ennek szellemében rajtoltunk az ötödik gyorsaságin, körülbelül az ötödik kilométernél a szűk erdély gyorsaságin, amit a fatuskó köveznek a patka védelem, illetve az útszérenek a védelme érdekében. Nem tudtunk kikerülni úgy egy fatuskót, hogy ne idézőjelbetével lógjon le az egyik kerék a tapadásról, és sajnos ezt már nem lehetett ott úgy kikorrigálni, valamilyen okból kifolyólag igyekeztem elhárítani a veszélyt, de ennek az lett a vége, hogy becsúsztunk az árakba, beestünk az árakba, és sajnos tetőn fejeztük be ezt a mutatványt. Balog kiesése után Hadik és Turán csatázott a győzelemért, és a két gigász párharcát végül a futam leghosszabb pályája, az Orfűi körgyorsasági döntött el. Turán itt mindkétszer lassabbnak bizonyult riválisánál, így hosszú pekszéria után végül ismét Hadik ünnepelhetett győzelmet, idén már harmadik alkalommal. Megpróbáltunk minél jobban felkészülni erre a Mecsek Rallyra. Ugye az volt a tétje számunkra, hogy ha jó eredményt érünk el, akkor még életbe tartjuk a bajnoki címre az esélyeinket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy megpróbáltunk rá a legjobban felkészülni, és próbáltunk minél gyorsabban versenyezni ezen a versenyen. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Megnyertük az első napot is, amiért plusz bónuszpontok járnak, úgyhogy ez mindenféleképpen jó dolog. Elsők lettünk ezen a Mecsek Rallyn, úgyhogy van esélyünk még a bajnokságra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy elértük, amit akartunk. A pécsi eredmények tükrében Hadik, Turán és az ezúttal harmadik helyen záró Vince Ferenc gyakorlatilag döntetlenről folytatja, és az lesz az idei év abszolút bajnoka, aki a legtöbb pontot szerzi a másfélszeres szorzóval bíró szezonzáró Nyíregyháza rallyn.